Körülbelül 8-10 éve, pontosan már nem tudom, hogy találkoztunk Mikivel, illetve már én előbb is hallottam őt természetesen játszani, és úgy alakult a zenekarban, hogy az egyik kollégánk idő szűkében volt, és nem nagyon ért rá velünk játszani, és aztán mivel a Miki egy csodálatos zenész, ezért szóba került, hogy milyen jó lenne, hogyha is játszana a zenekarral, és vettem a bátorságot, megkérdeztem, és azt mondta, hogy igen, és ennél fogva végig azóta együtt játszunk. Igen, ez kb. 8 éve volt, és kvártetbe kezdtünk el játszani, és a duó az körülbelül egy olyan 3-4 éve talán akkor kezdődött az, hogy mi duóba is fölléptünk. Az oka az volt, hogy sok olyan fellépés adódott, vagy jött, vagy felkérés adódott, ahol duóba kértek bennünket, ennek különböző okai voltak, és végül is annyira szeretünk egymással játszani duóba is, hogy így tovább gondoltuk a történetet, és most jutottunk el odáig, hogy elkészítettünk egy lemezt, duólemezt, ami, ha minden igaz, akkor egy pár héten belül meg is fog jelenni. Ma is ugyanezt fogjuk tenni, nagyon sok kvartett kompozíciót játszunk. De csak hozzáteszem, de olyan, ezek már javarészt olyanok, amit kvartettben már nem játszunk. Már nem játszunk. Inkább igen. Ebbe a duó formációban még élnek ezek a kis kompozíciók, és de ezen túl természetesen a Mikinek is vannak kompozíciói, meg olyan zenék is vannak, egy-kettő, ami nincs kvartettben sem, se fölve, se egyáltalán nincs repertoáron. Tehát azért ez egy más történet, mint hogyha kvartettben játszanánk, hogy tehát más igen. Felfogást is igényel egy ilyen duó zenélés. Cimbalom volt már előttem is, tehát mint vendég Balogh Kálmán, vendégként, Unger Balázs, tudom, igen. Sőt a Misi is egy időben cimbalmozott. Tehát én úgy gondolom, hogy a Misinek eleve közel állt a szívéhez, meg a lelkéhez a cimbalom, meg a cimbalom hangzása. És hát amit én kaptam kottákat a Misitől, amikor elkezdtünk játszani, és volt egy pár próba és közös igazítások, hogy szólalnak meg ezek jól cimbalmon. Kitaláltuk egyszerűen a szerepét a cimbalomnak. Már az elején elmondtam, hogy nagyon örültem, hogy ő elvállalta ezt, és azóta is tart ez a szerződés nélküli összecsatlakozás. És hát azon túl persze a Miki főiskolát végzett, vagy zeneakadémiát végezte, nem tudom, tehát felső szintű iskolát végzett cimbalom szakon. Tehát ennél fogva nagyon jó kotta olvasó meg minden. Szóval egy kész professzionális zenész, de én nem azért szeretem elsősorban, hanem azért, mert nagyon kreatív, és tehát egy olyan ember, akivel szeretek együtt zenélni, mert van egy baráti áramlás is köztünk, ha szabad így fogalmazni, lehet, hogy ő nem így gondolja, majd mindjárt elmondja. És tehát ennél fogva, hogy jó vele muzsikálni, és lehet is tanulni természetesen, mert nagyon képzett, ahogy mondtam az előbb, de nem ez az elsődleges, hanem az, hogy együtt zenéljünk, nyitott füllel, lélekkel. Én régebb óta ismerem a Misit, mint ahogy én elkezdtem vele játszani, sőt, azt soha nem felejtem a hírem el. A hírem megelőzött a rossz hír. Az egy dolog, de azt soha nem felejtem el, hogy működött még régen egy klub, és én 98-ban játszottam ott egy zenekarral, ami már megszűnt. És Gyökér, nem? A Gyökérklub, igen, és a Vasmalom nevű zenekarról van szó. És ott a Misit, akkor ismertem meg ezen körülbelül. Igen, 97, akkor beszéltünk először szerintem. Tájéka, és játszottunk is egy számot beszéltem. Arra emlékszem, és akkor én, tehát ott ismertem meg a Misit személyesen. És utána pedig, hát természetesen végig kísértem az én magam módján a zenekara különböző eseményeit.
És nekem, megmondom őszintén, nagyon nagy öröm volt, hogy ő elhívott a zenekarába, mert bármikor én hallottam az ő zenéjüket kívülről, amikor én nem voltam benne még, akkor nekem az volt az érzésem, hogy itt egy nagyon speciális zenélés folyik, ami igazából nem fogható egyik magyar zenekar felfogásához sem. És ez be is bizonyosult akkor, amikor én elkezdtem. Ugye az, hogy az ember bizonyos szinten felkészült a saját hangszerébe, az egy dolog. De az, hogy egy olyan fajta zenélési kultúra van a Misi zenekarába, ami abszolút arra is odafigyel, hogy ki milyen zenész, és kinek milyen ötletei vannak a zenén belül, és ezeket beépítjük a kvártett, vagy beépíti a Misi a kvártett megszólalásába. És azért fantasztikus, mert amellett, hogy megírt kompozíciók szólalnak meg, benne van ezekben a számokban az az esély is, hogy minden egyes koncerten más tud lenni. És ezt a mást úgy értem, hogy akár egyik koncertről a másikra jobbnál jobb. És ez abszolút azért van, mert mindenki személyre szabottan megtalálja a Misi zenéjében azt a szerepét, ami fontos. Nekem volt egy ilyen szándékom, hogy ne egy utánzatszerű zenét játszon az ember, hanem olyat, amihez valamelyes köze van. És ugye a Szabados személyt említetted, vele nagyon sok időt eltöltöttem személy szerint, mint zenész pajtás, és nagyon sokat tanultam is tőle a többi kollégámmal egyetemben, akik annak idején a Makkusz zenekarnak a tagjai voltak. És azon túl nekem is meg volt egy ilyen személyes gyerekkori hozadékaim, ami egy faluhoz kötődnek, illetve nem is, hogy a falu a lényeg, hanem a keresztmamám, nagyanyám, és stb. De ezt már én többször elmondtam, hogy a gyerekkoromnak az üzenetei valahogy, hogy így megtermékenyültek bennem felnőtt koromban, tudattalanul, hiszen jazz iskolába jártam, tehát engem már rég nem érdekelt az a fajta világ, vagy legalábbis nem olyan erősen, mint gyerekkoromban, amiből aztán kiszakadtam, és aztán én jazzt akartam tanulni, és valahogy azért ezek olyan erős élmények, amit az ember kiskorában kap, hogy nem szabadulni akar tőle, hanem inkább érzi, hogy milyen fontos, szép, tiszta kis csillanó emlékek ezek, és belül laknak az emberbe. És aztán ezek valahogy így megtermékenyítettek, ezért a Szabadossal is nagyon jó volt találkozni, mert ő ezt tudatosan erősítette azt, hogy azért nekünk van egy saját kultúránk, ami nem feltétlenül arról szól, hogy utánozzunk amerikai zenéket, amelyek azért hozzáteszem, hogy óriási, csodálatos mesterek vannak, akiket most is nagyon jó hallgatni, mármint, hogy amerikai zenészek. De visszatérve a Bartóki útra, hát ez már egy régen megágyazott kultúra, tehát a 20. században is, tehát nem csak egy ősi népi kultúra, hanem ugye a Bartók zenéje is Kodályon keresztül mind a mai napig, hála Istennek, vannak különböző utak és különböző mértékűen kiteljesedett világok. És hát ez alól én sem vagyok mentes, és biztos, hogy a Miki sem, csak ő egy más úton csatlakozik ebbe a történetbe. Nálam ez mindig vita téma önmagamban, hogy jazz. Tehát én nem tartom magam jazzzenésznek. Én olyan zenéket játszom az életemben, ami közel állnak hozzám. Végzettségem szerint én klasszikus zenész vagyok, tehát ami felvállalom önmagamat, az a klasszikus zene, kortárs klasszikus zene. A jazzben én belekerültem 10 évvel ezelőtt, hála Istennek olyan kollégáimnak, mint a Dress Mihály, Borbé Mihály, és bocsánat, nem sorolok fel most nagyon sok mindenkinek, mert rengeteg mindenkinek köszönhetek nagyon sok mindent, és én úgy gondolom, hogy én megpróbálok nyitott szemmel járni a világba, és ebbe beletartozik Magyarország is. És ahonnan én kapok hatásokat,
akkor, és azok rám is hatással vannak, tehát én tudatosítani tudom ezeket a dolgokat magamba, és szól valamiről bennem, akár ez a zenei dolog, akkor én ezt megpróbálom felhasználni. Ugye az én utam egy picit más, mert én ugye egyrészt egy cigányzenész családból származom. Édesapám cigányzenész, tehát gyerekkorom óta nekem úgymond az éttermi cigányzene közelebb állt hozzám, mint a magyar népzene. Viszont ő már hallás, tehát az, hogy inger, tehát hogy mi történt körülöttem. Azt, hogy elkezdtem utána 8 évesen cimbalmot tanulni és klasszikus zenei pályára mentem, azt egyrészt édesapámnak köszönhetem, mert ő akarta, hogy klasszikus zenész legyek, és 22 éves körömig, amíg le nem diplomáztam, addig én a klasszikus zenébe tettem minden energiámat, amit lehet. Viszont nagyon-nagyon nagy hatással voltak rám különböző népek zenéi, mert hála Istennek a zenei tanulmányai során olyan tanáraim voltak, akik erre felhívták a figyelmemet, hogy itt vannak körül, nem csak Magyarországon körül, tehát a balkáni népekre gondolok, hanem akár a világban, tehát az indiai zenekultúra, a perzsa zenekultúra nagyon fontos része a világnak. És ezeket én elkezdtem hallgatni, de viszont effektív nem játszottam, mert nem volt rá időm. Tehát klasszikus zenét kell gyakorolnom. 22 éves korom után kezdtem minden ilyennel foglalkozni, és ez a jazz is ide tartozik. Tehát én azért nem mondom jazzzenésznek magam, mert az mondhatja magát jazzzenésznek, aki 10 éves korától kezdve, vagy 12 éves korától kezdve folyamatosan minden energiáját, minden hitét egy bizonyos stílusba, én így gondolom legalábbis, egy bizonyos stílusba belefekteti, mindent megtanul róla, és mindent tud ezzel kapcsolatban. Én még nem mindent tudok, de szeretnék majd sok mindent tudni. Nagyon nagyszerű kollégáim vannak, akiktől különböző hatásokat kapok, és ezeket én használom. Nekem a Bartóki út az egyrészt egy nagyon fontos dolog, ugye klasszikus zenészként én ezt korán megtapasztaltam, viszont azt soha nem tapasztaltuk meg, mint klasszikus zenészek, ez valahol az oktatásnak egy hibája, hogy ez a Bartóki út, ez honnan is jön. Tehát mi a Bartók Béla zenéjét megtapasztaltuk, de azt nem kezdtük el megtapasztalni, hogy igen ám, de itt van egy népdal is a háta mögött. Ezt egy bizonyos idő után magamtól kezdtem el megtapasztalni, mert érdekelt a dolog. Az, hogy a Bartóki zene itt Magyarországon, vagyis a Bartóki út mennyire fontos Magyarországon, az nyilvánvaló. Ez nyilvánvaló. Minden egyes zenében, akár népzenét nézzük, akár a popzenét nézzük, akár a jazz nézzük, valamilyen szinten hatást gyakorol. Valamilyen szinten hatást gyakorol. Itt nekem az a kérdés, hogy ez hova fut ki. Tehát itt különböző utak van. Most Bartókról beszélünk, és még mindig kortársként beszélünk róla, holott ez már nem kortárs zene. Tehát a Bartók már nem kortárs zene. Viszont még mindig nagyon sokszor így emlegetünk, hogy beszélek kollégákkal, mondom, játszok kortárs zenét? Persze, Bartókot, Kodályt. Tehát ez nekik még egy és ugyanaz? Nem ugyanaz. Nem ugyanaz. És ez nagyon fontos, hogy nagyon sokat foglalkozunk Bartókkal, ami nyilvánvaló, de nem sokat foglalkozunk avval a kortárs zenéből, ami az 50-es évek után történt. Itt valahogy van egy kis űr. Közben meg, hogyha azt nem veszük alapul, akkor most nem tudjuk, hogy mi van. Mert arról is nagyon sok hatás jött. Tehát nem csak magyar zeneszerzőktől, mert ugye Bartók hatást gyakorolt külföldi zeneszerzőkre is. Tehát az, hogy mások, például az nekem még nagyon egy érdekes téma, hogy mások, hogy más népek mit gondolnak Bartók zenéjéről. Vagy egy külföldi jazzzenész, aki, hát rengeteget ismerünk, és nagyon sok jazzzenésznek nagy hatás Bartók Béla zenéje. Na ő hogy gondolja ezt? És mi az a pont, ami neki szól Bartók zenéjében? 2 éve játszottam a Menuhin Fesztiválon. Ez egy klasszikus zenei fesztivál, Stadtban, a Svájcban. A világ egyik legjobb csembalistával hozott össze a sors. Játszottunk Bach hegedű csemballó szonátákat. Én persze a hegedű szólamot, ő pedig a csemballó szólamát. Próbáltunk sokat, nagyon jó, rengeteget tanultam tőle.
nagyon sok minden, olyan okos dolgot mondott, amit előtte én nem fedeztem fel. Előkerült Bartók, hát csak azért mondom, hogy egy nagyon-nagyon jó zenész, belelátszó, nagyon kifinomult zenész volt. Előkerült Bartók román népi táncok, mert azt is játszottunk, akkor ott mondta, és ez a tisztelet jele volt, hogy jó, Miki, akkor ez Bartók, akkor te, na akkor te mondjad, hogy mit csináljunk. Szóval ők ezt annyira tiszteletbe tartják közben, hogy van egy magyar zenész, aki természetes az, hogy a Bartókot nagyon tudja. Mert ő neki ezt nagyon kell tudnia. Mi németek vagyunk, nekem Bachot nagyon kell tudnom meg. Meg a Brahmsot, meg nagyon. Szóval ő tiszteletben lehet, hogy mit tudom, én tudok neki hülyeséget mondani, de ezt ő ezért felül gondolja, mert én magyar vagyok. Szóval sokszor ez jó is, meg sokszor nem is jó. Mert, és pont ez, hogy annyira a Bartók bizonyos művei persze, annyira tehát nemzetközi, tehát annyira mindenkihez szóló zene, de mégis kikérik a magyar zenészek véleményét, és mégis kikérik a magyar emberek véleményét, mert igazából, és ez valahol igaz is, mi érezzük át, mert hát a magyar népdalból fakadó zene.